A hang, amit minden egyes ember máshogy hall. Sziasztok, üdvözlök mindenkit egy kicsit más videóban, amit megpróbálok Flash-t megszégyenítő sebességgel elkészíteni, mielőtt még valamelyik más vírusvideós elkészíteni előttem. Hát ez kicsit önironikusra sikerült, és elgondolkodhatóan megalázó volt számomra, de nincs idő ilyeneken gondolkodni, mert fel kell tennem egy nagyon-nagyon fontos kérdést. Szerinted ez a ruha fehér arany? Kék-fekete? Pepsi vagy Coca-Cola? Paul Street vagy sötét mesék? Aha, értem. Jó, oké. Jó, oké, lehet így. Nos igen, lehet ezek kicsit lejárt mémek, viszont 2018 fehér arany ruhakép koncepciója megérkezett, mégpedig audio formájában. A felállás pedig ez. Mutatni fogok egy olyan hangot, amin hallani fogsz egyetlen egy szót. A feladat a következő. Írd a kommentben, hogy te melyik szót hallottad. Laurel vagy Jenny? Nézzük is meg. Laurel. Az aránya megkérdezett emberek tekintetében 47 és 53%, és azok vannak előnyben, akik a Laurent hallották. Így nem kell megijedni, hogyha Laurel helyett Jennyt hallasz, vagy Jenny helyett Laurent. Nem tudom, hogy ti hogy vagytok vele, nálunk tegnap az egyik iskolaszünetben kisebb tömegverekedés keletkezett ki, mikor mindenki ideg alapon próbálta meggyőzni a másikat, hogy mégis hogy lehet ezt hallani, akkor az határozottan nem az, hanem amaz. Még mielőtt magyarázatba belevágnánk, hallgassátok meg a személyes véleményem a dologgal kapcsolatban. Azért tettem ezt a részt is egyfajta lájtosabb rejtét nyomdokában epizódhoz, mert maga a rejtét is megvan, valamint az én hátamat pedig személy szerint megborzongtatta ez a videó. Azért, mert ráadásul akik Jennyt hallanak, na részben egy magasabb, torzított verzióban, akik pedig Laurent, azok egy színész férfi vagy sportkommentátor szintjén. Nos, akkor nézzünk is bele, hogy mégis mi okozhatja ezt a rendkívül érdekes jelenséget. Mint ahogy ezt meg is nézhetitek a jó öreg papírformán, a hangok, a frekvencia szintje mind a Jennyt, mind a Laurelt illetően, és ugyanazon a szinten állnak, így mégis hogy lehetséges, hogy valakik egy torzított magas, még mások egy átlagos mély hangot hallanak. Nos, nem szeretnék ilyen érthetetlen biológiai magyarázatokba belemenni, amiket én csak pár percet tudok, miután olvastam Wikipédiáról, egyszerűen csak konyhanyelvre fordítva. Akik Jennyt hallanak, azok valamilyen szinten fiatalabb, kifinomultabb és érzékenyebb hallással rendelkeznek. Még akik Laurelt, azok egy kicsit öregebbe, vagy ha úgy tetszik, akkor érettebbe. Vannak páran, akik a kettőt együtt hallják, ami kis érdekes lehet, de ezek az emberek valahol a fiatal és az érettebb hallás között bóklásznak valahol messze földön. Erre talán a legismertebb példa lehet számotokra, amikor a suli orvosnál bevittek megmérni a nagyon pacek gamer headsettel a fejedre téve, hogy meddig vagy képes érzékelni a hangok frekvencia szintjét. Valószínűleg sokatokban megfordult a gondolat, hogy annyira szeretném hallani azt, amit a másik ember hall, mondjuk Laurelt vagy akár a Jennyt. Nos, egy Steve Pomeroy nevű Twitter felhasználónak hála ezt is megtapasztalhatjuk. Próbálom a következő dolgot most úgy ismertetni, hogy ne zavarodjak bele én is. Nos, azoknak az embereknek, akik Laurelt hallanak, itt van a 30%-kal lejjebb tónolva, hogy mit is hallhat a Team Jenny. Jenny. Azoknak, akik pedig Jennyt hallanak, itt is lenne, hogy mit hall minimálisan a többségben lévő átlag. Laurel. A helyes válasz viszont Laurel, ugyanis az alaptorzításmentes változatban ez a szó hangzik el. Szóval még egyszer, a hangok félrehallása Jenny téren a hallásrendszeres felépítésétől és effektíve frissességétől függ, míg a Laurel esetében egy érettebb és kevésbé érzékeny hallásra rendelkező egyén vagy, hogyha azt hallod. Köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, remélem választ kaptatok a téma körül felhalmozódó égető kérdésekre, és azt is remélem, hogy ez a videó elnyerte tetszéseteket. Ha ez valóban így van, csapassatok oda egy lájkot, és ha szeretnétek akár hasonlókat látni, ne felejtsetek el feliratkozni. Köszöntöm szépen a figyelmeteket, a következő videóban találkozunk. És végezetül pedig nincs az az Isten, hogy ez a cipő szürke és zöld legyen. Sziasztok!